Innen a nagykörösi várostáblától kezdődött el a bicikli útépítése Cegléd irányába. Már jól látszik az útnyomvonala, a munkagépek folyamatosan dolgoznak. Nagykörös a Pest megyei kompenzációs keretből nyert 200 millió forintot a munkákra. Régi szívügyünk az, hogy Nagykörös és Kecskemét között már elkészült a kerékpárút, de én azt gondolom, hogy a 441-es forgalma indokolja, hogy Nagykörös és Cegléd között is elkészüljön. A várostáblától a Gálkastélyig 2 kilométer hosszan épül meg a kerékpárút. Sok erre a tanya, a zárt kert és jó néhány munkahely is van az út mellett. Nagyon fontos, hogy a kerékpárosok biztonsággal tudjanak közlekedni. A tanyán élő embereknek, illetve a biztonságos közlekedés érdekében elengedhetetlenül szükséges a 441-es mellett, hogy letereljük a biciklis forgalmat, mert példa is van rá, Nagykörös és Kecskemét között már nincsen kerékpáros baleset, és sajnos minden nap előfordulhat Cegléd és Nagykörös közötti túlzsúfolt és rossz állapotú 441-esön, hogy ez bekövetkezik. Úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy legalább a zárt kertes részeken, ahol nagyon sokan laknak, nagyon sokan kijárnak, ott elkészül ez a kerékpárút. Minden esély megvan a folytatásra is, vagyis hogy a Gálkastélytól egészen Ceglédig tartó 11 kilométeres kerékpárút is megépüljön. Erről már a térség országgyűlési képviselője beszélt híradónknak. Nagykörös a gesztora a Nagykörös-Ceglédi kerékpárútnak, és jó esélyünk van arra, hogy a 2021-es költségvetésben lesz forrás a kerékpárút továbbfejlesztésére egészen Ceglédig. És ugyanolyan fontos a Cegléd-Csemő közötti kerékpárút építése is, amire jó eséllyel a jövő évi költségvetésből lesz forrás, tette hozzá Földi László. A körösi várostáblától a Gálkastélyig tartó kerékpárút őszre elkészül, mondta a város polgármestere.